Tény az, hogy úgy jöttünk ide Szegedre, hogy egy olyan mérkőzésből jöttünk ki az elmúlt mérkőzésen, ami nagyon jól játszott a csapat, és ennek ellenére mégis 3 gólt kaptunk. Rendeztük a sorainkat, tudtuk, hogy a Szeged egy nagyon erős, masszív csapat, nagy céljaik vannak. Ennek ellenére szerettünk volna jobban dominálni, sajnos ez nem sikerült, idegesek voltak a srácok a mérkőzés elején, sajnos ez ki is tolódott a fél idő végéig. Hibáztunk is, én azt gondolom, talán könnyű volt szerzett a Szeged ellenünk. Ezt sokkal jobban tudjuk megoldani. Kis koncentráció hiánya, de bebizonyítja egy rutinos csapat, hogy ezt ki tudja használni azonnal. Aztán bejöttünk a fél időbe és rendeztük a sorainkat, amit elterveztünk a második fél időre működött. Természetesen mi is tudtuk azért, hogy a Szeged vissza fog állni, tehát őrizni fogja ezt az előnyt. De ettől függetlenül azt gondolom, hogy nagyon jól alakítottunk ki helyzeteket. A kis türelem és a kis rutin az hiányzott nálunk a végén, meg voltak a lehetőségeink. Lehet ebből építkezni, jó úton vagyunk. Nagyon fontos az, hogy most jön számunkra a pihenő, ugye mindenki számára, és ebből tanuljunk ebből az elmúlt két mérkőzésből, mert előtte volt egy nagyon szép sorozatunk, és ezt a szép sorozatot kell nekünk továbbvinni, mert azt gondolom, hogy azok a játékosok, akik itt hétről hétre fejlődnek és jó oktatásban vesznek részt, külön öröm lenne számunkra, hogyha tudnának lépni egy komolyabb helyre. Szerencsés helyzetben vagyunk, hogy, és itt külön egy kicsit kitérhettek a stábomra, hogy nagyon jó munkát végez a stábom. Fizikálisan nagyon jól fel vannak építve a játékosok. Természetesen ez a sorozat terhelés, ez nekünk is azért tanuló pénz a csapat házatáján, mert nem mindig úgy alakult, ahogy szerettük volna. Időben észrevettük, hétköznap változtattunk a módszereken, illetve a terhelésen, és azt gondolom, hogy most már belejöttünk egy olyan sorozat terhelésbe, ahol hála égnek maga a terhelés az nem volt probléma. Itt még egyszer csak egy kicsit visszatérnék arra, hogy egy fiatal csapat révén, és most nem a Vaskó Tomiról beszélek, mert az ő rutinja az bőven megvan, és nagyon sokszor kisegít minket, de amikor nagyon fáradt a játékos, még mindig nem azok a döntések jönnek, amik elősegítenék azt, hogy akár egy szuper gól helyzetet mi gólra váltsunk.